háromra próbáljuk meg köszönni. Háromra próbáljuk meg köszönni. Most mit riogtok? 1, 2, 3. Sziasztok. Eljó. Mi van? Hát nem ezt mondtad. Nem. Ti meg mit vagy? Ja. Rebeka is. Szia. Na. 1, 2, 3. Szia! Sziasztok! Sose fogom szólni. Na. Jó, szóval 2, 3. 1, 2, 3. Sziasztok! Ez kell bele? Hát valahogy jól lenne szólni nekik, hogy csánom. Hát akkor köszönjük, hogy sziasztok, meg jöttünk a kérdezőre. Na szóval sziasztok! Megpróbálunk komolyak lenni. Jöttünk? Nem fog lenni. Jó, tudjátok mit? Csapjunk a lecsóba, mert ez... Így van. Na, nem megy nekünk. A kérdéseket. A bevezető. Szóval instán tettetek fel kérdéseket, majdnem elhagytam őket, nem baj. Megvan. Igen. Na. Jó, szóval az első 1-2 kérdés az lesz, amit üzenetbe küldtetek. Az első kérdés, milyen a Balatonpart általában? 10 éve nem voltam ott Magyarországon. Változott valamit? Semmit. Dehogy nem, minden éve változik valami. Még a kirakatban a bugyik is ugyanazok siófokon, kérlek, tíz éve. Gyerekjátékok, mennyi igen. Minden változott. Az igen. A gyerekjátékok modernek lettek, szépek lettek, és olyanok, amivel játszanak is a gyerekek, nem csak éppen igen. A homokozó. Komolyan véve szerintem, az igen, meg a játszóterek, sok azt játszótér mondom, lett. Igen, igen. Hát, part egy kicsit kiépült. Na. Ez nem kérdés, várjatok. Balaton vagy tenger? Te is voltál a tengernél. Hát voltam a bulgár tengerparton. Az nagyon gyönyörű volt, de a hosszú utazást biztos nem. Én még nem voltam tengernél. Wellness. Vagy óceán. Nem tudom, szóval ha így belegondolunk. Mindegyik, igen, mindegyiknek megvan a maga feelingje. Igen. Szóval nem tudom, a Balaton annyiból jobb, hogy sokkal közelebb van. Na, azért 11 óra utazás. Itt is el tudjuk költeni a pénzünket. Megfürdeni is tudom. De azért olyan hullámok nincsenek, meg nincs hát az a... Van, és változó. A tenger sokkal melegebb. Legalábbis, mikor mi voltunk. Na, akkor a kérdés. Nem szoktak civakodni a gyerekek nyaralás alatt? Nem, inkább nem kéne válaszolni. Katonásan ülnek így, sorbálnak az ételért, mint a menzen. De hogy ne szoktak volna? Kedvesem, te meg éppen mit csinálsz itt magadtunk? Mászol a korlátra? Nem is lennének gyerekek, ha nem civakodnának. Hát így robotokat nem nevelünk. De, mi azok lettünk, anyu. Ja. Értem. Na jó. Hány év korkülönbség van köztetek a húgoddal? 12 is. És tök jó. A nagy tudott vigyázni a kicsire, kicsit tudott neki nyugszíteni. És hogy élvezte? Natán, léci, ne! Egyébként jó volt ez. Jó volt? Aha, én nekem tetszett. Én szerettem, hogy ekkora a korkülönbség. Bár ugye én tapasztaltam a kiskorkülönbséget, és az is nagyon-nagyon jó, mert akkor még együtt tudnak. Igen. Egy az érdeklődési körük. Jó, hát mondjuk mindegyiknek a maga dolga. Én fölszedtek, te meg vinnyokat. Ez rohadt jó dolog tényleg. Te milyen sok mindent tanult tőled? Lássuk. Ez egy komoly kérdés volt. Ez komolyan válaszolt. Na jó. Nem fárasztó azonnal Bibione után a magyar nyaralás, illetve mennyire nagy a kontraszt? De nyaralásba menni rohadt fárasztó. De amúgy komolyan, hogy így, de nem tudtuk máshogy időzíteni, mert csak ilyenkorra volt időpont mindenhol, úgyhogy amúgy nem csináltam volna ezt, egy hetet minimum otthon maradtunk volna, és utána, mert vasárnap egész nap futkostam, és mostam. De amúgy tök jó már, hogy így pihenőt adtunk apának, mert hogy egy hétig ugye ott volt velünk, azért fárasztóak vagyunk apának, ugye? Nagyon? Főleg én. Á, így jött. Jó darás! Jó darás! Apának, jó darás!
Na jó, következő. Mik az előnyei, hátrányai, hogy nem egy korosztály vagytok? Hát ezt talán tőletek kérdezi, hogy mi az előnye, hátrány. Azt hittem tőletek. Hát de néztek rám! Hát jó, nem tudom. Mik az előnyei, hátrányai? Szerintem jóban voltunk, szóval mi jó testvérek voltunk akkor is, hogyha nagyok. Ez úgymond nem előny volt, de nem is azt szoktuk nézni, hogy legyen előnye vagy hátránya. Ja. Beszéljünk egy kicsit hangosabban, mert semmit nem fognak hallani. Jó, akkor kiabálom! Na szóval, ilyenek a testvérek. Jó. Az biztos, hogy hátrány, hogy nekem sose volt kíván játszani, mikor gyerek voltam, mert nem volt tesóm, és a körülöttem lévő összes barátnak, meg osztálytársnak volt tesója. Nem, én akkor beugráltam akkor is, hogyha nem akart velem foglalkozni. Mindig akartam vele foglalkozni, úgyhogy ez nem igaz. Éva, nevelőszülőként hogy éled meg, ha egy gyerek örökbefogadó szülőkhöz kerül? Már nem vagyok nevelőszülő, de elég nehéz elengedni a gyerekeket. Viszont az a tudat, hogy jó helyre kerülnek, az meg viszont nagyon jó. És nekem ugye még mindig van kapcsolatom, akiket örökbe adtam gyerekek, azoknak a szülei még mindig rám írnak, küldik a képeket, úgyhogy tök jó. Na. Anyukád már abba hagyta a nevelőszülőséget? Láttam, pár dolog eladó volt. Igen, abba hagytam. És még mindig eladó. És még mindig van egy pár dolog eladó, nem sok minden most. De hát az ágy, meg a babakocsi, babakocsi, nagyon jó babakocsi, ide bevágok róla egy képet. És hogyha valakit érdekel, akkor vegyétek, vigyétek anyunál. Jó? Mennyibe kerül a babakocsi? 70 ezer. 70 ezer forint újjárának a töredéke. Úgyhogy ez itt a biznisz helye, ne hagyjátok ki. Na, tám, mi a figyfenét csinálsz már? Én az ágyat Ágyat is beraknál? Igen, légy szíves. Jó, ágyat is betesszük, azt is bizniszoljuk, mennyibe kell. 500 ezer. Az már fél millió, mindegy. De négy személyes szekrénye, minden egyet. Igen, tényleg ez egy egész berendezés, és gyakorlatilag több mint egy millióért vett a anyu, úgyhogy. Szia, Dia, holnap is ott lesztek, mert mi holnap készülünk Almádiba. Mi itt leszünk holnap, de te ezt a videót sokkal később fogod látni, 2 hét múlva, úgyhogy mikor te látod már ezt a videót, akkor már nem leszünk itt. Szóval mi holnap még itt leszünk, mikor jöttünk, hétfőtől vasárnapig vagyunk. De nem csinálok most azonnali vlogokat már, mint hogy akkor kiteszem, mert nyaraláson egy az, hogy nem tudok, nincsen net, a másik meg, hogy nem dolgozom folyamatosan, úgyhogy mindig 2-3 héttel visszamenőleg látjátok a videókat most. Na. Másik kérdés. Szia! Nekem az lenne a kérdésem, lehet egyformán szeretni a saját és az örökbefogadott gyerekeket? Mert mi most ezelőtt állunk. Lehet. Ugyanúgy. Hogy ne lehetne? Gyerek, totál. Semmi különbség nincsen. Én ugyanúgy fogtam meg Milánt és Emmát, mint Natánt először, szóval, hogy... És ugyanúgy tud mindegyik marharos csont lenni. Ezt is úgy csak mondom, hogy a saját is lehet olyan hisztis, meg az örökbefogadott is lehet hisztis, meg cuki is. Na, szóval, hogy... Most új szálláson vagytok, vagy a régin? Milyen a szállásotok? Már mindig. Nagyon ugyan jó a szállásom, ugyanúgy. Így van. Így van. És miért? Mert ez bevált. Innen megközelíthető a part, a gyerekeknek jó a játszótér, a víz is jó neki. Kényelmes is szerintem, sokan elférünk, tudunk jönni valami társaságra, úgyhogy tökéletes választás. Meg ugye a sorközséghez tartozik ez az apartman, azért nem teszek be róla linket, mert hogy ezt nem tudjátok így lefoglalni, hogy bookingon vagy ilyenekön, mert hogy ezt úgy kell megpályázni, ugye? Így van, így van. És már egy évvel előtte meg kell pályázni majdnem, úgyhogy tavasszal. Na, úgyhogy ez nem úgy működik, mint a többi szállás, ahol voltunk. Légy színe, dobogjál legalább. Na. Igen, és amúgy tök jó, hogy mindenkinek van egy kis magánszférája is, meg egybe is. Na, a tesód most ballagott, ősztől már dolgozik, vagy még tanul? Hát most dolgozni fogok ősztől, de aztán még egy szakmát szeretnék lerakni. Mit? Táncinstruktor. Uh-huh. Nagyon jó válaszokat adsz. Belemásznak ők is.
Hi. Hi. Sziasztok. Megjöttek a pirka pénységből. Igen. Anna, hol van a jövőjár? Ott van az asztalon. Hányan vagytok a nagy családi nyaraláson? Most olyan jó a hangulat? Nagyon jó a hangulat, és... Most igen. Hát tegnap voltunk, hát a hét tányér kellett, mert a három gyerek adott. Meg jöttek, az 9. De tegnap már annyi? De ők is négyen jöttek a kocsiukba. Mi is négyen jöttünk, és jöttek a nevet, 3-10. És este még jönnek. Az a helyzet, hogy itt most aha, úgy vagyunk, hogy most heten vagyunk, de este jönnek még, szóval mindenki megpróbálta úgy időzíteni, hogy aztán hétvégére meg másokkal leszünk. Szóval a hétvégén jön az én férjem is, jönnek a Szimcsi pasiának a szülei, meg a tesója is, szóval így megpróbálunk pár napot így hatalmas bandázni. Az első pár napban meg csak mi voltunk, úgymond szűk család, és tök jó volt az is. Na. Milyenek voltak az olasz éttermi ételek azokkal szemben, amiket most magyar nyaraláson esztek? Hát én szerintem nem volt annyira finom a spagetti. A pizzából meg a könyökömön jött már ki. Semmi különbséget annyira nem láttam, nem ettünk tengeri herkentjüket, úgyhogy... Úgyhogy nem tudom. Mentek még idén valahova nyaralni, kirándulni? A hugoddal már nincs már videó, páros videó párjaitokkal? Ja, hugoddal miért nincs már videó, páros videó párjaitokkal? Hagylak szóhatni, miért nincs? Hát mit tudom én, hogy miért nincs? Mert felnőtt lett, és nincs annyi ideje, mint mikor kisebb volt. Majd csinálunk, hogyha. Ez valószínűleg nem hallottál. Ígérd meg! Majd csinálunk, hogyha megyünk! Mondta, hogy ígérem! Nem ígérem! Léci! Majd meglátjuk. Csinálunk, megígérem. Zabér. Erre vártatok. Te is megígérem. Ő is megígéri. Ő is megígéri. Szóval igen. Nem tudja, mire vállalkozik. Megígéri. De megígéri. Ha nem indiszkrét kérdés, mennyire drága egy olaszországi nyaralás mindennel együtt kb. Hát mindennel együtt 2000 euró kb. Nekünk legalábbis. És mindenki megérte, hogy miért nem mentünk félpanzióra, azért, mert úgy 5000 lett volna. Csak mondom. Ezért. Na. Elfogytak a kérdéseink, úgyhogy beszéljünk valamiről másról. Szomjas vagy. Így jár. Reklámozd az adrenalint. Jó. Ennyi, ennyit kérdeztetek. Jó volt. Ja, nagyon, ez nagyon hiteles forrás volt. Influencer lesz, hogy valami már jutnom, úgyhogy... Anna! Anna, hogy az asztalon, már az előbb is a leveledet kerestem. Vagy ezt így kell? Ne, nézd. De oda kell tenni a kezed. Ja, oda. Kitakarod. Jó, szóval ennyi. Bye bye. Sziasztok. Sziasztok. Köszi, hogy kibírtátok. Mi van? Nem is találtam. Nem is itt, ezen ki. Ott van a Rebeka mellett. Köszönjük a kérdéseket! Ez még benne van? Benne! Benne van! Jó. Köszi, köszi, hogy kibírtad kora reggel velünk. Már majdnem elaludtam. Csináld még egy Dr. Bubót. Mit? A szemüvegedet így. Ha? Fölfele kell nézni. Ja. De jó van. Na. Tehát. Ja, megígértem, hogy csinálunk ezt a videót. Te is megígérted. Csak én nem tudtam. Az jó. És mit csináltok benne? Mosolygunk szépen. Szépen mosolyog? De jó. Akkor próbáljátok meg. Hogy tudtok szépen mosolyogni? Itt a közös. Én is szeretnék, csak ez ugye